Na hát én inkább sírok egy luxusautóban, mint egy ragacsban. Sírtál már luxusautóban, Gizikém? Nem, de miért? Talán nem így van. Amikor eljön az ideje, hogy a luxusautódban sírsz, rá fogsz jönni, hogy nem így van. Hogyhogy? Nincs az a külső körülmény, ami hosszú távon boldoggá tesz. A luxusautó átvitt értelemben azt jelenti, hogy megvan mindened, amiről álmodtál. Akkor már nincs miről álmodni. A tragacsban még veled vannak az álmaid. Miért, ha egy luxusautóban ülök, nem lehetnek álmaim? Dehogy nem, persze, hogy a luxusautóban is lehetnek álmaid. Ezt mind szimbolikusan értsd. Arra célzok, hogy manapság divat úgy gondolkodni, hogy akkor leszek boldog, ha... Tehát persze, ha meg lesz az új autó, az álomház, férj, gyerek, X összeg a bankszámlámon, én ezekre gyúrok. Igen, ezt gondoljuk, pedig nem így működik, főleg, hogyha minden erőfeszítés nélkül potyannak az ölünkbe ezek a dolgok. Az elképzelésekkel ellentétben az agyban nem akkor szabadul fel a legtöbb dopamin, amikor elérted a célod, és minden megvan, amire vágytál, hanem akkor, amikor jól érezhetően haladsz a célod felé. Amikor realizálom, hogy jó úton haladok a jutalom irányába. Tehát azt mondod, hogy az igazi öröm nem az, amikor befejezek egy projektet, hanem amikor látom, hogy jó úton haladok a célom felé? Pontosan. A dopamin termeléshez és a jutalomérzéshez elég, hogyha elkezded az adott folyamatot, és lelkiismeretesen haladsz a célod felé. Tehát nem kell meglegyen mindenem, amire vágyok a boldogsághoz, elég, ha tudom, hogy tartok valamerre, hogy haladok és fejlődök. Ahogy mondod, elég a tudat, van benne valami. Hol tanultad? Követem Mokán Marit.